Először is gratulálok a győztesnek, a Sopron csapatának, mert megérdemelten nyertek. Akkor is ezt mondom, hogy ha szoros meccs volt, és igazából a végén dőlt el, de a meccs egészében igazából azért is ültem győztettek volna. Már a védekezésünk elégedett lehetek, a támadásokban nagyon sok hiba volt, ez az ő kísérletük, ez a védekezésünk a kísérlete. Mindenképpen. Ugyanakkor gratulálok a saját csapatomnak is, mert nem volt hivatalos és nyilvános, de a két hátterünk megfájással küzdködik, illetve vírus betegsége van. Kéne nem is edzett, csak a meccsen játszott, úgyhogy bevállalták a játékot, tehát mi nyilvános kell tekinteni, hogy egy 100%-os játékosra, de ezt már tudták megcsinálni azt, amit egyébként tudnak. De nem csak ők, hanem a csapatunk sem, nem csak két emberből áll a csapat. Nagyon akartunk, nagyon küzdöttünk, mint ahogy mondtam, szerintem a védekezésünkkel nem volt különösebb probléma. Támadásaink pontatlanok voltak, sok kényszerű hibánk volt, és a labdák különbsége az nagyjából különbséget is jelenti. Úgyhogy sajnálom, hogy veszítettünk, és sajnálom, hogy a szurkolóinkat nem tudtuk győzelemmel, ünnepelni, de van, amikor az ellenfél jobb, és ma azt kell tenni, hogy gratulálom, mert jobbak voltak, nyilván következő mérkőzésekre készülünk, és próbálunk meg nyerni, és ennél is akkor bajánkozni.